ez a háttér, amit kitaláltam, hogy ez kurva jó dolog, csak az, hogy csak így a 80%-át takarom ki. Isti! Damn, son! Isti sztóra leírásban. Szevasztok, gyerekek! Szevasztok! Szervusztok, Róberttel vagyok itt, szevasztok, Mikám! Sziasztok! Robert! Még nem is találkoztunk amúgy ezt. Még nem, soha! Nem kezdet kellett fogni. Így van, soha! Talált ki a cipőt játék, gyerekek! Robi elhozta az összes cipőjét. Pár cipőjét. Ami kameraképes. Ami kameraképes, az mit jelent? Valamit nem mutathatsz hát, meg? Nincs széthasználva olyan szinten, hogy... Ja, értem. Szóval az a lényeg, gyerekek, hogy egy-két cipőjét Robinak azért ismerem. Tudom, hogy van egy-két Air, konkrétan kettő Air Jordan 1-ese, van egy Kyrie cipője, stb. De nagyon sok cipőjét nem ismerem, hogy milyenek vannak. Biztos és vakon, látta már, láttam hogy már, lehet, hogy így... a 11-esre emlékszek meg, és másra nem, megmondom őszintén. Na. És igazából Robi kitalált valamiféle segítségszisztemet, azt magyarázd el Robert. Hát tudom. Ugye úgy lesz, hogyha nem sikerül eltalálni a cipőt. Nem, hogyha egyáltalán nincs tippem sem. Ha tippje sincs, akkor fogok mondani három vagy négy fő kategóriát, és azon belül kell eltalálni. Ha pedig megvan maga mondjuk a modell, akkor a modellen belül fogok mondani ki hozott változatokat. Na várj, mit mondtad, hogy a colorway-t is tudnom kell? Nem a colorway, csak ugye, érted? Tehát mondjuk Air Max milyen Air Max? Nem a colorway, hanem... jó, hanem hogy egy vagy kettő vagy 90 valami, jó, nem is tudom milyenek vannak, hát, de na, mindegy, mindegy, hagyjuk. Készültünk. Aha, ez egy Jordan 1. Nem biztos, de... Várjál már! Várjál csak! Szappan illatú, mert itt mostam meg. Nem a belső, ez really? Itt a nagy sneaker, mert ez külföldön nyilván egy bevett videó egyébként. Persze, ott már a ledőrből megállapítják. Ez egy Jordan 1, mert átfér rajta az ujjam, itt a nyelvénél. Ez van itt izé. Nem biztos, de ez Jordan 1, ez egyértelműen Jordan 1. Ki kell találnom, melyik, mivel egyfajta van neked, az a piros, fehéres, nem tudom milyen ezüst a... Igen, hát igazából a lényeg, hogy... Jordan 1, hogy na. A magas szárú, vagy az magas, alacsony magas szárú egyértelműen, nem az alacsony. Várj? Magas szárú. Biztos? Igen. Jó, ezt talált. Nyilván külföldön ezt úgy játsszák, hogy ha eltalálok mondjuk hetet, akkor a Robi vesz nekem egy Jordant, itthon ezt szörődöm. Igen, ez itthon nem működik, de lehet, hogy közben kitalálom, hogy mégiscsak akkor venned kell majd nekem egyet. Jó. Hát mondjuk ha hetet eltaláztás, jó, mert 80 összesen. Ez már egy nehezebb darab. Jó. Nem azért, mert exkluzív, de hogy sokat nem hordtam. Akkor nem is olyan láthattam rajta. Meg hogy ebből sok... féle van, úgymond, de megvan az a bizonyos valami, amiről ezt könnyen ki lehet találni. Oké, ez egy lócipő. Itt van egy bubble. What the fuck is that? először azt akartam mondani, hogy Jordan egy ló, de most már így rájöttem, hogy nem az. Igen. It's a bubble. Bubble van itt. Neked nincs is... Nem is emlékszek, nagyon keveset hordhattad, az biztos. Vagy nagyon régi cipőd? Hát én nem az, hogy régi, egyébként, hát réginek mondható az. Nagyon meg szexualizálom. Itt a pipa. Akkor ez egy Nike, eddig biztosok benne ez egy Nike. Air Max. Nem tudok jobbat mondani, lehet, hogy nem az. Air Max? Hát legyen az, mert nem tudom neked le van-e Air Max-ed, de hát nagyon más. Fél Nike. Buborék, vagy légbuborék, bubble, vagy nem tudom, minek hívják ezt itt. Legyen Air Max. Nem tudok jobbra gondolni. Ez egy Air Max, igen. Nem tudom milyen. 90-es. Air Max 90. Azon ilyen pici, azt hiszem, ide hagyjuk, igen. 95. Uh-huh. Vagy az első Air Max, az 1987-ből. Az első biztos, hogy nem, az biztos, hogy szerintem... szerintem az nem. 90 és 95, nem tudom melyik az újabb, legyen a legújabb Air Max közül, akkor a 95 a legújabb? Mi az, nem jó? Nem. Jó, akkor nem jó. Nem, melyik volt? Az egyes, első. Nem mondod? De. Akkor az nekkora már pipa van. Uh-huh. Jaj, már itt van. De könnyű ez a cipő. Azt a rottélbe. This is heavy. This is lightweight. Te ebben már kosarasztál sokat, érzem a Chris-t. Nagyon könnyű. Ez a Kobe. Ez 100%-ig olyan. De igen. Kobe, jó, ott lesz az utolsó. A Kyrie-n gondolkoztam, Kyrie nem lehet, ez a Kobe. Na. Ugye? Igen. Shit boy, 2! 3-ból 2! Nem mondd, hogy nem béna vagyok, tesó. Nem vagyok az. Olyan soft volt ez a cipő. De könnyű volt. De könnyű a kopi. Ez hogy hányas? Mondjak. 11. Mondjak 3-at. 11. Damn boy. 11? Nah, lehet a 6-os. Aha. Lehet a 11-es.
Igen. És lehet a 8-as. Ahogy tök jó, azt mondtam, amit mondtam, hogy a 10-es kiadom. Direkt, a 2-t, 2-re. Mit mondtál, hogy 6-os és 8-as? Akkor 8. Igen. Jó. Fucker. Na, hát ha ezt kitalálod. Akkor jó leszek? Ez egy hard. Várjál, nézzem meg. Hard? Melyik a tisztább, melyiket adjam oda. Ez a legnehezebb? Nem. Júj. Csak ez olyan, hogy mondjuk sokat láttad rajtam, de szerintem nem tudod, hogy milyen. Vágom melyik. Tudja már. De nem tudom, mi a neve. Ú, de könnyű. Ebben voltál Pandorban talán. Igen. Ez, azt hiszem ez kék volt, vagy nem feltétlenül kék, de... Nem. Nem tudom ez mi valami, ez Nike cipő, ez biztos, hogy benne... Biztos, hogy ez egy Nike cipő, de ilyen futócipő, Nike futócipő valami, de hogy milyen, nem Rossi rán, az biztos, vagy Rossi, nem tudom, trénernek mondják ezt, vagy tenisztréner, nem tudom mi ez, nem tudom mi ez. De tudom melyik cipő nagyjából, de... Nike Free Run. Oké. Okay. Vagy lehet Nike Flyknit. Igen. Fú. Aha. Jó, Free Run. Hát, az utolsó Flyknit? Uh-huh. Shit, boy! Ez a Flyknit rajta. Ez a Flyknit? Technológia ez. Mi itt? Aha, hát az a... Ja, érzem, ilyen szellőzős, ugye? Nagyon, vagy nem? Vagy mitől jó? Jó, igen, nem, igen. Hát ugye milyen színű ez amúgy? Fekete, tesó, full fekete. Ó, tényleg az, aminek kopott rajta a logód is. Logó is, igen, nem? Vagy, igen, baszki. Igen. Na, hát ilyen emlékszel, de... Mondom, így vagy a kék színű, mondom, aha. Flyknit volt az. De az már jó régi cipőd, azt tudni. Várjál! Ja, jó, rendben van, én várok, testvérem. Akkor eddig 4-ből 2. Igen. 50%-os vagyok. Nem rossz! Rosszabbra számítottam. Ez már egy nehezebb cipő. Van benne. Mi az? Ja, igen. Sámfa. Az, sámfa. Ez tiszteletek a talpazat. Nem baj. Ez a... Azon, hogy nehéz hozzá, de megkockáztatom. Ez a... hogy hívják azt, várjál? Air Jordan 1, Royal, vagy ez a kék-fekete. Royal... Black, Blue. Blue, Royal az Blue. Lesz. Az Royal Blue, igen, az a neve? Igen. Jó, akkor ez az. Igen. 5-ből 3, come on now! Már csak 3 maradt. Damn son. Kiraktam. Úgy a kényelmetlen ez a szaram, ugye szemem. Miért raktad ki? Kyrie. 6-ból 3. Vagy hanyas. Baszd meg, hanyas. Mondtad ám. 2. Honnan? Mert a 3-ra mondtad, hogy azon már nincs strap. Nekem van, nekem van. Jó fél órája. Ez valami nagyon Flyknit. What the fuck is that? Tess, ezt szerintem még soha nem. Ez ilyen... Ezt én biztos nem láttam. Egy évben szerintem ilyen 3-szor veszem fel. Ez egy Air Jordan cipő. Nem biztos, de szerintem az Air Jordan valami Future vagy mi, valami nagyon... Damn boy! Az? You got that az? Right! Oh my goodness, boy! Csak meséltél róla, hogy van ilyened. Boy! Ezt nagyon ritkán hordod. Ez ilyen nagyon szerelemcipő. Szerelemcipő? Szereted? Nagyon. Kényelmes? Hát igen, meg nehéz volt szerezni igazából. Hát az, hogy kényelmes, az... Basz, egyébként csak rátippeltem, hogy Future. Egyébként én a jelenkori Jordanekről nagyon keveset tudok. Nem lesz hard. Jordan 11 low, a Snake, akármi. Aha. Ja! Snake, akármi. Snake, akármi, a kígyó bőrös, akármi. Shit, boy! Kész? Ennyi volt? Kész vagyunk, mennyi 8-ból? 6? Nem tudtad az Air Max-et. Igen. A Flyknitot. Igen. És ennyi, ja. 8-6! Na! Na, tedd be! Jó érzés volt, mi? Kiégette az egész szemben. Na, nem látom, jó szartja. Reggel! Szemgolyom kiég! Na! Robert, melyik volt a Future? Mutasd már azt meg! Azt még én nem is láttam így szerintem így életben. Már 23 perc vagy a felvétel, de jó! Ja, persze! Szép! Strong. Strong material. Shit boy. Mondjuk én föl nem venném, de ez tipikus rád való cipő. Ez az az egy bajom van, hogy anyag. Tehát itt Tobi egyszer rálépett és fekt. És azt nem tudsz mit csinálni. Igen, hát mit csinálsz vele? Meg ez hogy mosod? Igen. Mosógép. Ez körülbelül olyan fajta. Na gyerek, hát 8-ból 6, én nem hittem volna, hogy hát én azt mondom, hogy jól ment. Most minden nagy képviselő nélkül mondom, hogy jól ment, szerintem jól ment. Köszönjük szépen a figyelmet, gyerekek.
Leírásban elfejtettem az elején mondani, de leírásban Robinak az Instagramját is megtaláljátok. Újra az egészet adjuk létre. Vegyük az egészet, újra készítjük. Fölveszünk. Jó, most mint elején lenne. Sziasztok, legítünk meg! Ja, szóval a leírás megtehetjük Robinak az Instagramját, én az elejére ki fogom írni csak, hogy biztos, hogy ez ilyen legyen. Ahol be tudjátok követni, YouTube csatornája nincsen, még vagy nem is lesz, most nem nyitok. Tudom. Most itt, igen, most fog indul neki. ja, hát ez tök jó volt. Komolyan mondom, azt hittem, hogy sokkal szarabb leszek. Köszönjük a figyelmet, gyerekek, legyen arra is szép napotok, leírásban egy csomó linket megtaláltok Robi Instagramján kívül, mint az Isti Store-t, az Instagramot, az Isti Facebook oldalt. Mindent. Mindent, 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 mindent. Köszönjük a figyelmet, még egyszer, gyerekek, szevasztok. Oh, materia! Ez jó lesz így.